Best for Soil, mikrobiális antagonisták és biológiai szabályozó ágensek. Gyakorlati információ. Hello, Mihály vagyok, és ebben a videóban elmagyarázom, hogy mik azok a mikrobiális antagonisták, és miként lehet felhasználni őket biológiai védekezőszerként a talajeredetű betegségek leküzdésére. Egy gram talaj több mint 100 millió mikroorganizmust, elsősorban baktériumokat, de aktinomiceteket és gombákat is tartalmaz. Legtöbbjük szaprofita, ami azt jelenti, hogy lebontják a halott szerves anyagokat. Azonban ezek egy kis hányada képes az élő növényeket megfertőzni és talajeredetű betegségeket terjeszteni. Ezeket általában talajeredetű kórokozóknak nevezzük. Ezzel szemben a talajban élő mikroorganizmusok egy másik csoportja megfelelő körülmények között antagonista hatást gyakorolhat a kórokozókra. Őket mikrobiális antagonistáknak nevezzük. A mikrobiális antagonisták lényegében négy módon befolyásolhatják a talaj kórokozóit. 1. A kórokozók közvetlen parazita-szerű megtámadása és annak elpusztítása. 2. Verseny a kórokozóval élelmezésért vagy kedvező élőhelyért vagy résért. 3. Antibiotikum-szerű anyagok közvetlen toxikus hatása a kórokozókra. És 4. Az antagonisták által termelt illékony anyagok közvetett toxikus hatása a kórokozókra. A komposzt a szerves nyersanyagok mikroorganizmusokkal történő átalakulásának eredménye. Ezért a szerves úton végzett talajmódosítás rendkívül gazdag lehet mikroorganizmusokban beleértve a mikrobiális antagonistákat. A komposzt az antagonistáinak fontos csoportját képezik a trichoderma nemzetség gombái. Ezek bontják le a cellulózt, amely a komposztáláshoz használt növényi anyag fontos alkotóeleme. Mivel a petes gombák sejtfalai, például a fütoftóra és a fütiumfajok szintén cellulózból állnak, a trichoderma a kórokozók ezen csoportjának a talajban való túlélését is befolyásolja. A fontos mikrobiális antagonisták egy másik csoportja a bacillus nemzetségbe tartozó baktériumok. Ezek hőállók így képesek megbirkózni a termofil komposztok magas hőmérsékletével. Ezért a komposzt hozzáadása a talajhoz nem csak javítja annak fizikai és kémiai tulajdonságait, hanem potenciális mikrobiális antagonisták széles skálájával gazdagítja azt. A növények a talaj mikroorganizmusait gyökérváladékukon keresztül tápanyagokkal látják el. Ezért a gyökereket körülvevő talaj, az úgynevezett rizoszféra különösen gazdag mikroorganizmusokban. Mivel a kórokozóknak érintkezniük kell a gyökerekkel a fertőzéséhez, a nagyszámú mikrobiális antagonistát tartalmazó rizoszféra különösen hasznos a növények védelmében. A növények és a zöldtrágya további tápanyagokkal látja el a talaj makró és mikroorganizmusait a bomlás folyamat során. Ez növeli a mikrobiális antagonisták aktivitását a talajban. A szupresszív talajok olyan talajok, amelyekben bizonyos talajeredetű betegségek nem alakulnak ki annak ellenére, hogy ugyanazt a növényt ismételten termesztik, és a talajban patogének vannak jelen. Ez számos esetben az érintett talajban jelenlévő mikrobiális antagonisták okozzák. Az ilyen mikroorganizmusok izolálása és azonosítása lehetővé teszi a szuperhatékony mikrobiális antagonisták előállítását. Szaporítás után ezeket biológiai növényvédelmi ágensként, röviden BNA-ként forgalmazhatják. A BNA-k néha növényvédőszerekként kerülnek forgalomba. Ebben az esetben a nyilvántartásba vételhez bizonyítaniuk kell a talajeredetük kórokozók elleni hatékonyságukat. Mivel ez a folyamat költséges és időigényes, egyes esetekben a BNA-kat néha növényerősítőként, növénystimulánsként, szerves műtrágyaként vagy hasonló termékekként forgalmazzák. Ebben az esetben a talajeredetű betegségekkel szembeni hatékonyságukat nem lehet függetlenül igazolni. A BNA-t gyakran használják a vetőmagok vagy növények védelmére a talajeredetű kórokozók korai fertőzései ellen. A fő felhasználási módja a vetőmag csávázása vagy a gyökérmerítés BNA-kkal közvetlenül az ültetés előtt. A forgalomba hozott és elérhető BNA-k mennyisége országonként eltérő. A Best for Sol nem reklámoz nevesített termékeket, de reméli, hogy elősegíti a felhasználók közötti eszmecserét a BNA termékekre vonatkozó tapasztalataikkal kapcsolatban. Ha BNA-król szerzett tudásod megosztása céljából felhasználói közösséget szeretni létrehozni, ne habozz kapcsolatba lépni a Best for